Sziasztok! Megjöttünk a székhez az alkatrészért. Most Attila bent van. Ahogy látjátok, reggel 8-kor elkezdett esni az eső. Úgyhogy mikor eljöttünk otthonra, akkor már 3 milli leesett. Úgyhogy... ez most nagyon jól jött a lucernának, a muharnak, hogy nagyon reménykedem benne, hogy lesz még egy kaszálásunk. És most, hogy így leült az idő, így könnyebben fogjuk megcsinálni a széket. Akarom videózni, hogy Attila kihozza az alkatrészt. Mindjárt mutatom még az autóra, hogy mit vettünk. Amit én azt mondtam, hogy nem fog nekem tetszeni. Ide az ablakra vettünk 4 ilyet, ugye a 2 elsőre, 2 hátsóra. De ahhoz képest nem is olyan feltűnő az autón, úgyhogy egész jó az autó már. Már csak 4 gumi kell rá. Látjátok? Hátsó ablaknál is van. Úgyhogy alakul a kocsi, alakul. Már jó ideje benn van Attila. Amikor akar kijönni. Hoppá, meg a kamerába nyúlkálok. Innen alkatrész üzletből Attilát kirobbantani. Felejtsétek el. Úgyhogy ma nem lesz melegünk a széket összerakni. Mondjuk, nem tudom, hivatalosan nem mondta egész napra az esőt, de ha egész nap esik, akkor sincs probléma. Mert ugye ki kéne fújni a széknek a helyét, mert ugye elég poros, koszos, homokos minden van ott. Ezt ki kéne takarítani. Tudjátok, most nekem az a bajom, ha meleg van, az a baj, ha esik az eső, az a baj, ha fúj a szél, az a baj. Nem akarok megázni. De mindegy. De örülök neki, hogy esik az eső. Éjszaka olyan éjszakát, de végül is éjszaka olyan éjfél fél egyfele nagyon, de nagyon dörgött, villámlott. De abból nem volt semmi. Aztán 7 óra, fél 8 fele hallottam megint, hogy morajlik. Mondom, közeledik valami. És akkor 8 órakor elkezdett esni az eső. Nézem, drincsi, troncs be! Vizes, de nem akarom fölhúzni az ablakot. Mert akkor nem látom Attilát, mikor kijön. Hopp, hopp, figyeljétek, már mocorog valami, már mocorog. A szája az még megy, mivel
beszélget. Ott van, látjátok? Ott a táblánál. Katasztrófa, mennyit tud dumálni. De amikor én bemegyek valahova, anya, siessél, anya, tudod, anya, jó. Nagyon sokáig voltál, kivel beszélgettél? Mindig megkérdezi. Na, senkivel, hát. Kivel beszélgessek. Na jó van. Szerintem egy kicsit szüneteltetek, mert ő innen soha nem fog kijönni. És megjelent. És kettőt is vettél? Nem. Egyik a miénk volt. Ja? Miért? Nem megizítem, mondom, kettőt vett. Olyan egyforma. Hát mivel, hogy az egyik papíros, a másik meg a miénk. Vettem korongot is, úgyhogy tudom anyát flexelni. Eredeti kínai. Eredeti kínai, így van. De egyébként ez a Crumbnak az ülése. Ez a GoPart. Azt mondja, ez egy nagyon jó ülés. Ez a Grammer ülés után lévő márka állító, nem tudom, én nem értek hozzá. Na mindegy, de ez is megvan. Meg. Tegnap megrendeltük. Tiszta olcsóság volt. Mennyi volt? 20? 28 ezer forint volt ez a teleszkóp. Régen Simpsont vettünk, kettő újat rajta. Azt a mindenit. Most veszünk egy teleszkópot rajta az ülés alá. És akkor csodálkoznak, hogy 2500 forint egy körbálázás, vagy egy 300 forint egy kisbálázás, vagy 30 ezer forint a szántás, vagy 15 ezer a tárcsázás. Hát egy teleszkópot vettem 28 ezer forint az ülésbe, hogy ne a földön kelljen ülni, ember. Tehát 300 ezer forint egy ülés a traktorba. Most néztem ülést, 700 ezer forintért van a John Deere-ba ülés. Itt? 700 ezer forintért. Itt? Egy gyári ülés, ami a RS John Deere-ba való, 700 ezer forint. Hát az már... Hát régen 380 ezer forintért új 82-est vettünk. Jó, hogy az ülés olyan volt benne, hogy egy rakás szart nem ért semmit. Mert a derekodat tönkretett egy fél év alatt. Na megvett flex korongot. Igen, mert a kapura meg kell csinálni a izét, és már nem volt ilyen korongom. Igen, mert valamiért hiába fékezhető a kapunak a kereke, ugye a homokot kitúrja maga alól, és nem hiába, és így szépen így kinyílik. Na, valaki már férnek. Szerintem az odébb van az a fák, úgyhogy óvatosan. Elég jól esik, hál' Istennek. Most, ha beérünk Taksonyba, akkor lemegyünk a szigetre, és amit elvetettünk Lucernát, azt most meg fogjuk nézni. Ha be tudunk menni. De az aszfaltos útról megyünk be. Tehát a földnek a másik, tehát nem a földúton, hanem a... Ha bemegyek a földúton, nem akarok körbe menni. Szerintem az úgy nem lesz jó. Nem? Vagy ki akarod próbálni a terepet rajta? Nem akarom kipróbálni. Én fölöslegesen nem használom az autót terepen. Minek? Mert, én nem is szoktuk terepen nagyon használni. Mert ugye a földnek az egyik végén, ahogy láttátok, ugye földút van, a másik felén meg már ilyen nyaraló félék, ami előtt ugye le van aszfaltozva, vagyis aszfalt imitálás van. Én inkább arról az oldalról közelíteném meg, mert hogy nem lenne. Jó. Jó, megnézik arról a feléről. Nem csináltam semmit. Nem mondtam valami semmit, csak mondom, arra a feléről nézzük meg. Jó. Igen.
tudom, mert ezen a felén földúton kéne oda menni a földúton. Na igen, és ugye nálunk a sziget az olyan, mint a magyar. Szappan ilyenkor, csúszik. Hát szerintem simán álcsökkerékkel, nem tudom, hogy mennyi esett ott. De nagyon örülök az esőnek. Igen, én most épp mondtam, hogy most ülést fogunk majd csinálni. És ugye még a traktort is ki kéne fújni, ugye ahhoz meg azt meg kint kell csinálni, és most ugye én az vagyok, hogy ha fúj a szél, az a baj, ha süt a nap, az a baj, ha esik az eső, az a baj. Ha van rajta sapka, az a baj, ha nincs rajta sapka, az a baj. De most nem akarnénk megázni. Be tudunk állni a műhelybe, John Deere-ra, ha nagyon akarunk. Csinálok egy kis helyet. Művelőkerekes. Nem tudom, milyen traktor. Ez IH volt, de ezen a művelőkerékkel elég érdekesen néz ki. Jó, hát aki kertészkedik, annak kell a művelőkerék, tiszta sor. Hú, ugye, én azt az egyet nem csinálnám, én nem kertészkednék, tehát nem. Akkor ígyunk egy kólát, ha már nem akarsz kertészkedni. Tehát azt az egyet nem csinálnám. Gyerekek, aki kertészkedik, majd nem jól fogtam meg. Le a kalappal előtte, mert az ezért ez egy komoly fizikai munkát igényel. Mi is sokat vagyunk a napon, de ők aztán tényleg oda teszik magukat. Nem sajnálom tőlük a pénzt, amit megkeresnek, megmondom őszintén. Se a dinnyésektől, se a krumpli termelőktől, se a káposzta termelőktől. Mert mi, gabona termelők és lucerna termelők, a táskájukat nem vihetjük, mert ők annyit dolgoznak kint, én ezt mondom, én így látom, mert mifelénk azért csinálják ezt a kertészetet. Most itt, ahol vagyunk, ugye Alsónémedi, itt rengeteg kertész. Tehát itt végül is szinte csak kertészetből áll a határ. Úgy hívták, hogy kis Brassó, annyi vendégmunkás volt. Most is rengeteg vendégmunkás van, napszámos. De megmondom őszintén, amikor látom őket, hogy kapálnak, gazalnak, kézzel és... Egyelnek, vagy minden. Hú, és nagyon, de nagyon meleg van, hát komolyan jó, mondom, most már úgy szokták csinálni, reggel korán, meg késő este, de azért köszönöm szépen krumpli szedésnél, meg mindenhol. Azért az a kézi munkát nem lehet pótolni semmi mással. Azért néha kell, azt minden nem tudnak megcsinálni ők se géppel. Úgyhogy én mondtam, én nem csinálnám én se. Mert Attila egyszer mondta, hogy hát próbáljunk meg egy hektár krumplit. Mondtam neki. Te csináltatok egy kutat. Mondom, megpróbálhatod, de mondom. De anyát mindenre rá tudtam menni, de erre az egyre még nem. Tehát nem, én kertészem. Bármit megcsinál mezőgazdaságban, csak a kertészetet ne kelljen, azt mondta. Azt nem. De valamilyen szinten igaza van, mert egy az, hogy hatalmas beruházás, tehát egy hektára több millió forint befektetés van. Mert kurva szép és kurva jó, amikor látja az ember a polcon, hogy hopp, 600 forint vagy 400 forint egy kiló krumpli, hú de drága. Vagy a paradicsom, vagy a paprika. Hát igen. De azért oda bele kellett ám tenni sok pénzt ahhoz, hogy az oda kerüljön, meg sok munkát, hogy az oda kerüljön. És ugye mindig nézzétek meg, hogy mit vesztek, mert a magyar termék nem azért drágább, mert drágább a munkaerő, vagy bármi más. Ilyen szép ez a ház, nekem nagyon tetszik. Hanem azért, mert itteni gazda nincs úgy támogatva, kint még támogatják a kertészeteket jobban, meg elmondom nektek, hogy ott már azért meg tudják oldani kézi munka nélkül is a nagy részét külföldön, de nem tudjátok, hogy mit esztek. Tehát én, igen, már villog, mert rendőr van. Hát képzeljétek el, ez itt volt tőlünk nem messze, azt hiszem kaszáltunk. Ja igen, vagy nem mondd el, milyen település. Nem mondom. Kipszkrumpit akarod? Igen, és szedték föl a krumplit. És a tanulóvezető mennyivel jön?
és előtte van, de jó, mert ott mértek az előbb a rendőrök, és az előtte való nap láttuk, hogy vegyszereznek. Na, jó van, vegyszereznek, oké. De a másnap valamiért vissza kellett mennünk, most vagy azért, mert nem fejeztük be, vagy nem tudom. Szerintem kaszáltuk, és nem valamit csináltunk. Nem tudom, valamiért másnap vissza kellett mennünk. Itt a Merci. Aha, hát ez csodaszép. És képzeljétek el, másnap meg már szedték föl a krumplit. Krumpli kombánnyal, nyergesre, és megkérdeztem az embert, hogy mi lesz belőle? Tudjátok, mit mondott? Chips krumpli. Na, ezt teszik a gyerekek. Tehát chips krumplit szedtek föl, és chipsnek állították elő, de úgy, hogy előtte való délután lett levegyszerezve. Traktorra. Mi láttuk. Tehát... Úgyhogy így egyetek chipset. Megmondom őszintén, ugye a szám tátva maradt. És nem Magyarországra vitték, hanem külföldre, de... Honnan tudod, hogy ide nem jutott? Magyarországra, mert az a cég vette meg, amit ugyanígy a magyar boltok polcain látok. Úgyhogy tudnák mesélni, csak nem akarok. Úgyhogy az a legbiztosabb, amit otthon megtermelsz a kertbe, és tudod, hogy mit csináltál vele, és azt felszeded, azt megeszed, vagy leszeded és megeszed, az a biztos, mert amit a bolt polcánról leveszel, azt nem tudod. Elmondok nektek egy történetet, lehet, hogy már meséltem. Egy barátom ideállított hozzám egy kamion dinnyével. Mondta, hogy egy lengyel kamion dinnyét le kell pakolni, mert menni kéne a kamionnak, de nincs hova lerakni. Hát mondom, rakjátok akkor ide le, aztán, de mondom, vigyétek el, ne legyen nekem itt útba. Ó, elviszik ők ezt a dinnyét, csak hagyj rakják le, még fizetnek is érte, hogy itt lehessen. Mondtam, nekem nem kell fizetni azért, hogy itt lesz a dinnye, csak rakjátok le, de vigyétek is el. Úgyhogy fizettek, figyeljetek, fizettek 50 ezer forintot legalább azért, hogy le lehet rakva a dinnye, nem nekem, embereknek. 50 ezeret fizettek, hogy le legyen rakva a dinnye, és soha többet nem jöttek a dinnyéért. És mehetettük a disznókkal a dinnyét, mikor megjelent egy ember, hogy őt küldte az, aki a dinnye, és hogy viszel belőle ilyen fakonténerbe dinnyét. Egy két fakonténerrel elvisz. Na most jött jobb. Egy nagy néger fasz, ilyen 2 méter 10 centi magas, ekkora tenyérrel, és elkezdte nyomkodni a dinnyét, és amit ő mondott, hogy azt föl lehet rakni, azt föl lehetett rakni. Megrakták a két konténer dinnyérrel, de elmondom nektek, hogy lengyel dinnye volt, mert lengyel kamió hozta Lengyelországból. Figyeljetek! És amikor meg volt rakva a két konténer, elővett az emberke egy olyat, mint egy spirálfüzet, elkezdte lapozni, és ott volt rajta a vonalkód. És addig lapozták, míg a magyar vonalkódot megtalálták, és azt mondták, hogy ráragasztották, hogy innentől kezdve ez magyar dinnye. Na, így eztek magyar dinnyét, meg külföldi dinnyét. Úgyhogy én csak olyan helyről veszek dinnyét, anya meg tudja mondani, amit a földről hoz a gazda oda hozzá. Úgyhogy át vagyunk itten elég jó baszarintva. Mindenki. Biztos mindenki tudna mesélni, de a magyar termelő azért az nem csinál ilyet. Mert az megtermeli a portékáját, lehet, hogy egy picivel többe kerül, mint amit a polcról leveszel. De én azt mondom, hogy a magyar termelőben még jobban megbízhatsz, mint amit a multinak a polcáról veszel le. Úgyhogy... Itt a Coca-Cola, ez a telephelye a Coca-Colának. Mi egész nyáron a saját paradicsomunkat ettük. Jaj, hát halljátok. Termet nélkül. Nagyon jó volt, teljesen más íz. Dinnyét olyan helyről veszek, ahol Ottónak hívják, aki termeli a dinnyét, saját földjén. Úgyhogy... Nekem nem kell bemutatni, hogy mit árulnak a boltokba. Nagyon sok mindent tudnánk mesélni. Külföldi cucc az, ami ide bejön az országba. Lehet arra akár mi írva, akkor se tudod, hogy mit teszel.
úgyhogy... Az a biztos, amit megtermelsz a saját kertedbe. Csak ugye az a baj, hogy mindenki befüveszte a kertet, mert marra kényelmes elmenni egy ilyen üzletbe, ami itt van, mindjárt megmutassa anya. De nem reklámozunk. Nem, hát Lidlibe. Meg az Aldiba. Ott megvenni, mert ott olcsó. Ja, Istenem. Azt utána 20 év múlva járkálsz az orvoshoz, mert ez a bajod, az a bajod, az a bajod. Hát ez így van. Én öreganyám 70-valány évesen halt meg, de azt háromszor nem látta orvos életében. Nem ettek ennyi mérget, mint amíg mi. Hát mi volt régen? Kimentek? Tartották a csirkét, kacsát, libát, ki volt baszva tanyán az udvarra, megtermelték a disznót, levágták a disznót, ették a szalonnát, kolbász, füstölt csonkát, vágtak egy csirkét, vagy öt csirkét, és azt tetti, nem volt ilyen táp, meg olyan táp, meg amolyan táp, adjuk a már. A szőlőt. Azt sem tudjátok, hogy miből van a táp. Ugye? A padlásra, a szőlőt. Mi? Hát én nálunk is csináltam utána. Hát én még novemberben, októberben, még december, karácsonykor még szőlőt tettem fültről. Föl volt fűző egy damira, vagy szén damira szerintem. Át volt fűzve a szárán, föl volt kötve a padláson. Nem olyan volt, mint amikor leveszed a tőkéről, tiszta sor. De hol tudsz enni saját szőlőt decemberben, karácsonykor? Kicsit fonyattabb volt, de jó ízű volt, jó volt. Még nem permetezték agyon, mint most. A repcét 10-szer permetezik. És abból lesz az olaj. Gondoljátok már, hogy mit teszünk. Én is használok olajat, de azért legtöbb esetben nekem is otthon van a bödöm. Nem repceolajat használsz, hanem napraforgó olajat. Miért? Szerinted a napraforgót nem vegyszerezik annyiszor? Permetezik, de nem annyiszor, mint a repcét. Te igazán tudod, hogy hányszor látod, hogy hányszor permetezik a repcét? Jó, hát itt egyszer vagy kétszer volt itt nálunk Taksonyban repcevetve. Igen. De hányszor permetezték? Hát sokszor. Két hetente, minden héten permetezték. Hát sokszor permetezték. Ilyen szer, olyan szer, amolyan szer. Úgyhogy ebben a permetezéssel nagyon tele van már a padlás nálam, én nem szeretek permetezni. Figyelj, hogyha úgy termelsz, hogy permetezel, akkor inkább ne termelj, menj el a boltba, azt vedd meg. Mert ugyanott vagy. Már megáll az alagútban a víz, megtörik a fény, nem látni. Vettünk palántát, meg anya is ültetett, magot, abból is volt. Vettünk palántát, volt olyan paradicsom palánta, állítom nektek, 6-8 kiló paradicsom volt rajta. Én garantálom nektek, olyan magas volt, mint én, és fölül zöld volt, vagyis virág volt még, utána lejjebb zöld, alul meg piros volt. Hát ez igen, ez a folytatás. Hát olyan paradicsom volt, mint gyerekkoromban. De most vettem például, ez a mostani paradicsomról beszél Attila, de volt olyan paradicsom palántám, ami nem termett semmit. Igen, de gondoljátok el, hogy miért nem. Mert az olyan magból lett, most ezt hallgassátok meg, ez a másik, amire mérges ugye tudok lenni. Ugye ez? Hogy veszel paradicsomot egy multi cégnél. Teljesen mindegy, hogy milyennél. Kiszedi belőle a magot, megszállítja, elrakja, tavasszal elülteti, korán, belerakja a virágföldbe, bele a magot, szépen ki kell a palánta, ott babusgatja hetekig, mire kiülteti a földön, ezt ő csinálta. És mikor oda kerül a sor, nincs rajta termés. De még virágot se hozott, tehát nem is gondoljátok, hogy milyen paradicsomból van az, amikor már nem is terem semmit. Milyen paradicsom? Mert génmódosított paradicsomból van. És ezt árulják a nagy cégek, a üzletláncok. Úgyhogy én most, ami termet nekem paradicsom, és ahogy csináltuk a lányjal a lecsót, én gyönyörű szépen kiszedegettem a magjait, rátettem papírzsebkendőre, vagy papírtörlőre, tök mindegy, mire teszed rá, és most az nekem jövőre az lesz a vetőmagom. Úgyhogy hát reméljük, hogy nem génmódosított paradicsom volt az is, mert ugye gabonában is van olyan, aki ezzel foglalkozik, az tudja, hogy megveszi a fémzárolt vetőmagot, egyszer terem, utána meg már nem tudja visszavetni a learatott magot, mert nem lesz belőle semmi.
Úgyhogy nagyon reménykedem benne, hogy nem ilyen lesz, mert megmondom őszintén, hogy én vettem nagyon sok paradicsompalántát piacon, két piacon is vettem, és nem lett jó. Nem lett jó a paradicsomom. Paprikát, azt csak piacon vettem, és egy kalap kakát nem ér. Semmi nem lett rajta. Tisztelet a kivételnek. Tehát nem minden rossz ott se. Hát én most belenyúltam a legjobbakba. Ami is a legszarabbakba. Gondoljátok, hogy mit fognak a mi gyerekeink enni. Mert a mostani generáció már nem fog kertészkedni otthon, hogy kapálgasson, meg palántázzon, meg ilyesmi. Mindenki azt várja, hogy mikor mehet a boltba, a polcon leveszem, 600 forint, 800 forint, hú, nem baj, hát van pénzem, megveszem. Hát igen, csak szart veszem. Hát az a baj, és az emberiség saját magát mérgezi, de valószínűleg ez így van Nálunk megírva. Már elmagyaráztam a gyerekeknek, hogy melyik a bolt. Nálunk a gyerek már virslit meg se eszi. Nem. Tehát egyszer megmutattam neki egy videót, hogy miből van a virsli. Kész, be van fejezve. Addig ette a virslit, azt mondta apa, én már biztos nem. Akár mit csinálunk vele, nem eszik meg a virslit. Nem, tehát, és amiben virsli van, az sem eszi meg. Nem is kell neki. De, mindegy. Persze, amit mi termelünk paradicsomot, az nem olyan szép gömbölyű, mint amit a boltba árulnak, mert ugye fajta függő is, de az íze... Fú, de nagyon jó volt. Közelében sincs a bolti paradicsomnak az íze, amit saját kertünkben megtermelünk. Összefolyik a nyál a számba. Szóval, fú, gyerekek, ezen annyit tudnák beszélni nektek, meg annyit tudnák mondani, szerintem a YouTube az simán engem letiltana örökre. Örökre letiltana a videózásról. Mert én látom, tudom, hogy mi van. Én nem titok, és igen is itt van, anya megmondja. Én nagyon ritkán lát orvos. Hál' Istennek. Én is megválogatom, hogy mit teszek. De... Hát neki egyedüli mérge a kóla. Igen. Most is, van mielőtt... Egy pár látjátok, most is bementem, mielőtt elindultunk, vettem kólát. A gyerek szörpözik, meg narancsozik, na meg ugye Attila kedvence, ez a bodza citromos sör. Na ja. Vettem neki egy 4 dobozzal. Én alkoholt nem iszok egyáltalán, nem is kell, soha nem is kellett. Itt van anya, megmondja, 17 éve lakunk együtt, vagy élünk együtt. Én egy doboz sört még nem ittam meg a 17 év alatt, hát, alkoholost. Nem. Se pálinkát, se bort, nekem nem kell, meg a kávé se. Szívem! Mondja! De mit imádsz? Azt mondd meg, hogyha alkohol van. Ja, egyetlen egy van, amit szeretek nagyon. Láttátok, hogy felcsillott a szeme? Egyetlen egy van, amit nagyon szeretek, az de nagyon-nagyon ritkán veszek. Az a? Bélisz. Női likőr, gyerekek. Az a női likőr. Azt tényleg úgy iszom, ha iszod, de nagyon ritkán. Tehát én még az anya berúgva nem látott. Azt így tudom inni egy flash Bélisz. Hát női ital. Képzeljétek el, voltunk... Valahogy itatja magát. Oda nézzetek. Voltunk esküvőn, a barátunk meghívott minket, és én nagyon szeretek táncolni. Hát, apa meg nem szeret táncolni, és azt mondta nekem, hogyha viszek oda neki egy üveg Béliszt, abból ő iszik, és akkor... Szerintem akkor menni fog a táncolás. Ha megjön a hangulat a Bélisztől, akkor jön és táncol. Hát nekem se kellett több, oda mentem a pincérhez, és mondtam neki, hogy adjon egy üveg Béliszt. Úgyhogy... Anya rögtön hozta az üveg Béliszt. Úgyhogy hoztam neki az üveg Béliszt. Fél üveg után úgy kezdtem már úgy hangulatos lenni, de nem voltam spicces sem. Nem, evett. Tehát nem az, hogy így gyomorra. Hanem kezdett úgy a hangulatom jobb lenni. Na, és gyerekek! Táncolt velem! Úgy roptam, gyerekek! Nagyon jó volt! Na szóval, nálam ez így működik, nem vagyok ez a táncolós. Viszont a Béliszt azt az egyet szeretem. Sajnálom. Azt szeretem nagyon. De, itt van anya, megmondja, nem szoktam venni. Nem szoktam venni, mert egy évben, ha... Szigetre megyünk le? Mondom, egyszer vagy kétszer iszok Béliszt. De az, hogy én mondjuk nekiálljak valakivel sörözni,
Hát az egy az, hogy az az ember még nem született meg, mert ez a Pisti. Jó, osztálytársam, jó tönkre van, mert meg az. Hát. Azt a kurva életben. Jó, tartalak. Ja. Húzd ki magad. Na, szóval... hol tartottuk? Hogy nem szoktál senkivel sörözni. Én nem sörözök. Tehát undorító számomra a sör. Se kávé, se sör, se cigi. Csajokat azt megnézem, de csak nézem. Kóla. Tehát nálam ez a függőség a kóla, de abból se iszok, mit tudom én mennyit meg. Na, Attilát lefotóztam. Jani barátunknál voltunk, és minden áron, hogy kóstolja meg a nem tudom milyen pálinkát, a saját ugye főzött pálinkája, de nem tudom most milyen pálinkát főzött, eperrel. Ugye belerakta a pohárba az epret, és ráöntötte a pálinkát. Nem tudom milyen pálinkát. És hogy ez az íz kombináció, ez olyan, hogy... Ez nagyon tuti. Na, apa mondta, jó van, megkóstolja. Hát, majd azt a három képet majd fölteszem. Úgy az jól nézett ki, meg ahogy apa lehúzta, meg a végeredmény, hogy milyen arcot vágott. Csókra húzta a számat? Azt a kurva élet, na ezt meg bírjátok inni. Úgyhogy voltám fintorgás. Hát én nem szeretem. De ezeket a képeket beteszem majd a videóba. Na mindjárt ott vagyunk a földnél. Ugye ez a Dunapartra megy le. Balódott már házaknak a kertje végében a Dunában. Igen, és úgyhogy olyan gyönyörű házak, ilyen kis nyaralók vannak itt, de valaki nem nyaralónak használja, hanem itt is lakik. És képzeljétek el, majd megmutatom, mi is kinéztünk itt egy házat, de mire úgy voltunk vele, hogy na, akkor beszélünk a tulajjal, vagy legalább a szomszédokkal, hogy kié lehet a ház, hát addigra nem eladta. Látni a sorát. Na, mindjárt várjál. Én nekem húzom az ablakot. Milyen mozgok az? Azok kacsák. Tele van kacsák? Na ez a ház az, ez a fehér. Igen, ez a fehér az. Tök jó lett volna. Akár a gyerekeknek. De nézzétek meg, kis cukimuki ház lett volna. Megnézem így a... Jó, én is kijövök. Kijössz? Persze. Hát szandába vagyok. Ha ez itt lehet lenni. Ja. Na. Az ízés azt mondta, hogy ki fog sülni. Gyerekek, ez lucerna. Jaj, nem szeretném összetaposni. Tapossam. Na, szépen kell. Szépen látni a sorát is. Ez a Luci, ez az izé most megnyomja. Ez kell neki, ez az eső. Azok meg vadkacsák ott. Ott, mind vadkacsa. Látjátok, azért már kezdi. nagyon vadak! Nem félnek! Egyetlenül megindultak. Ó, most egy felszállt. Na, ilyet. Na, szóval nincs itt a telefonom, nem tudom saját barátomnak lefotózni. Hát megmondom őszintén, jó. Tehát szerintem lesz belőle valami. De most egész jól esik az eső, úgyhogy szerintem ez... Ez most kellett nagyon az esőre. Tud csinálni fotót? Te persze, ilyenkor fotózok. Jó.
Hát így, ha bal nézzel, figyelj. Én látom a sor. Látni a sor. Látni, szépen látni. A sort látni, az már jó. Igen. Menjünk te is, jó? Ó. Gyerekek, ciki, nem ciki, fázom. Semmi! Nem mondtam semmit! Húzd az ablakot! Fel is húzom. Oh. Ez az eső nagyon jól jött el. Igen, nagyon. Ugye, hogy nincs kiszáradva Lucen? Nincs. Azt mondta Illés, hogy... Illés, azt mondtad, kiszáradt a Lucerna? Nem. Nem? Élés virul. Nézd meg, milyen szép zöld. Várja, itt... Így ide teszik a föld végére a gyusze. Látod a sorát? Szép. Azok a világosak a sorok? Igen. Egész jó. Na, hát ezt a berekek a földre, én rakodóba visszapakolom nekik. Igen, mert abba minden... biztos lehetsz. Mindent beraktak az a földre. Az a baj, hogy akik itt laknak szembe... Ez, ahol le van murvázva, ez nem is az ő területük. Kezdjük ott, ez csinálnak még... szépen maguknak parkolót ide. Ez még a földhöz tartozna. Igen. És a szólsz, nekik fel vannak háborodva, hogy... Hát, eddig ő ezt itt csinálta, a TS idejében lehet. De ez a föld idáig van kimérve az aszfalt szélén. Igen. Tehát nem tudom, mi keresni valója van a nyaralósnak, itt szembe állt. Úgyhogy addig örüljenek, amíg én nekem nincs itt földem. Már a saját földem, mert ez bérelt. Jó, én se szólok neki, mert tényleg, de én bérelem már 10 éve. Egyszer szóltam az embernek, hogy elkezdte nekem betonnal meghordani a föld szélét. Mondom neki, ember! Ne haragudjon már, szar szemetét, miért hordja ide? Majd eltünteti. Hogy tüntette majd el szerintetek? Mondja, figyelj, ez a izé szöveg. Majd hozatok rá a földet. Így tüntette el. Mondom, a betonra? Mondom, nem földet kéne hozatni, hanem egy konténert kell hozatni, ezt el kell vitetni a büdös picsába, mert rákerül a földre, azt én szétszaggatom az ekét rajta, meg belagad a kaszába, meg mindenbe. Majd berakja a borozdába, és majd hozat rá a földet. Na. Ennyi eszik van az embereknek. Szóval tényleg azok az emberek, akiknek fogalmuk nincs a mezőgazdaságról, de olyan okosak ilyen téren, hogy fú, úgy értenek az ilyesmihez. Jó, én nem értek az ő szakmájukhoz, de én nem is szólok bele, hogy én így értek, meg úgy értek ahhoz. De azért ezt már csinálom 90-91 óta, már láttam egy-két dolgot, és akkor nekem akarják megmondani, hogy kell csinálni. Amikor még én is tudok ebből tanulni, mert ugye még én sem tudok mindent úgy, hiába telt el, mit tudom én, 40 év. Jaj! Hogy 35, teljesen mindegy. De nálunk divatám az, hogy a gazdáknál, hogy annyi több földje van, mint amit elbír az ember. És akkor 66 embert mozgósít, hogy dolgozzon neki. Hát én nem ilyen vagyok, tehát ha nem bírok több földet el, akkor nem csinálok többet. Kifogás meg azt, hogy hát az állatoknak enni kell. Hát erre azt szokták mondani, hogy bazzeg, annyi gyereket csináljál, amennyit el is tudsz tartani. Hát az, hogy neked most van 600 darab tehened, és csak 300 tehénnek tudsz enni adni, arról senki nem tehet, hogy ilyen hülye vagy, hogy csak annyi földed van. Akkor ne tartsál csak 300 darab tehenet, és azt tartsad normálisan. Nem úgy, hogy össze-vissza mindenhol dirib darab földeket, mindent meg kell művelni, ja, és akkor még olyan földet is bevetnek, aki még azt se tudja, hogy ki a föld tulaja, csak ez magához fogja. Na, hát nálunk az öt gazdából kettő ilyen. Az a baj, így itten én senkinek nem járok segíteni, nem nyalom senkinek a seggét. Én ezeket úgy hívom, hogy érdek ember, addig nyalja a másik seggét, míg segít neki utána, le van szarva. Tehát mi elkezdtünk így... Úgyhogy én nem foglalkozok senki... Tisztogatni magunk körül. Persze, én nálam csak az marad meg, aki ember tud maradni. Aki nem, az nem marad meg. Úgyhogy én nem foglalkozok semmilyen gazdával itt a faluba, mert nem tartom semmivel se kisebbnek, mint bármelyiket. Mert én úgy gondolom, hogy a gépparkból az én gépparkom a legjobb. Mert mindenki fur, farag, 66 szerelő, heggez,
barkácsol, mindent csinálnak, hogy tudjanak dolgozni. Na hát nálam nem így működik. Elmegyek, veszek egy jó gépet, és ha már nem annyira tetszik, nem annyira jó, akkor eladom, azt veszek egy másikat. Jó, nem azt mondom, én nem javítok, mert most is a... Jó, de Attila meg mindenből megpróbálja megvenni az eredeti alkatrészt, ami benne volt, és belevaló. Nem tartok mögöttem még három cselédet, fütyűrészek, hogy miért ezt csináljátok meg a spőgépet. Itt vagyok én, egyedül. Látjátok? Belül. Mert... Fú... És akkor röhögjük, hogy... Ha! Ezek már megint fúrnak, faragnak, te! De a kifelé azért mutatják a... Én vagyok a fasz a csávó, meg a király faszú gyerek. Aztán nullás liszt az egész. Majd kenyérén meg kell állni a boltba, jó? Jó. Úgyhogy nem érzem már magam semmivel se gyengébbnek, de én nem versenyzek senkinek a földjéért. Nekem van miért dolgozni, van két gyerekem, meg van egy párom. Azt más meg döntse el, hogy miért dolgozik. Azért, hogy majd nincsen se kutyám, se macskám, azt akkor már x éves koromra már tiszta deres a fejem, azért én nem dolgozok. Jó, mondjuk én már nem annyi idős vagyok, én már azért idősebb vagyok. Meg én élni akarok, tehát én a 9 óráig feküdnék, 9 óráig feküdnék. Úgyhogy van, aki nem így gondolja a gazdák közül, hanem hajt, mint a marha, csak nincs kinek. Megmondom, én nem fogom senkinek a segélyt nyalni, hogy most jöjjön el nekem ezt csinálni, meg azt csinálni, meg amazt csinálni. Pászmáson esik gyerekek az eső, azt tudjátok mit jelent? Hosszantartó lesz. Megjöttek vinni csúoriszék. Na, nem megyek kenyérért. Te folytatod addig? Mi kapcsolt ki, hát ha valakit meg kell verni. Jó van, na, nem sokára jövünk. Na itt meg a muharunk van. Látjátok, milyen szépen kell? Amazone D9. 25 kilójával így veti a muhar. Szépen kell a muharunk, úgyhogy... Meg ugye... Ez a föld is az. Csak ugye... Rossz... Így. Ez az eső kellett már a muharnak is. Na, a székszereléssel folytatjuk. Na, 8,5 milli eső esett, mikor eljöttünk itthonról, vagy elmentünk itthonról, 3 millinél jártunk. De elméletileg még délutánra mond esőt, majd a végeredményt megmutatom. Na, itt vagyok, Attila rendet rak a műhelybe. Én meg úgy gondoltam, akkor én innen sikerkefével ki takarítom a koszt. Ami itt van. Ja, szerintem a hátsó hidraulika körnek a kupakja. Hogy látjátok, kitakarítottam. Még ezt a szőnyeget, a másik oldalát még nem söpörtem ki, de majd ha benne lesz az ülés, akkor majd szépen az is meg lesz csinálva. De az ülésnek a helye maga kész van. Most összeszedem a szemetet, amit gyönyörű szépen ide kidobáltam. Apa nem tudta, hogy ezt csinálom.
Megyek én is. Kitakarítottam az ülésed helyét, gyönyörű szépen. Olyan gyönyörű szépen, hogy az összes dzsuksza rám jött. Nem baj. Na, sokan kértétek ugye az autónak az elejét. Meg lett rá véve a gajtörő. Ugye ezt a szemöldököt ugye láttátok. Úgyhogy ilyen. Meg azóta ugye, meg ugye láttátok a küszöbb fellépőt, és azóta rendeltünk rá, hát ez nem is tudom, ennek mi az igazi neve? Igazából nem tudom. Franz tudja. Ablak. Ablakra valami műanyag. Légterelő. Igaza van a pálya. Légterelő. Na, azaz. Na, ha most nem szólt volna, akkor én ezt nem tudom nektek megmondani, én hirtelen nem jutott eszembe. Úgyhogy most már ilyen is van rajta. Úgyhogy már csak 4 bütykös gumi kell rá. És akkor remélem apának a kedve meg lesz. Ja, várjatok, és akkor még sárvédő szélesítés. Aki jelentkezett a fekete-fehér kutyusére, az jelentkezzen, mert szeretném felvenni vele a kapcsolatot. Egy hölgy jelentkezett, érte, Szilágyi Andrea, azt hiszem. Nem csak tudjuk. Igen, csak hogy tudjuk. Mert ha nem, akkor már érdeklődtek utána mások is. És ugye nem akarok a számból segget csinálni, hogy megígérem valakinek és másnak odaadom. Na, gyerekek! Úgy látom, a kulcskupi az még megvan. De itt csinált apa a széknek egy helyet. Jó, majd egyszer lesz időm, akkor összepakolom. Igen, ide anya kell, úgy látom, mert... a kulcskupi. Na, figyelj, én a használtat azt ide teszem, jó? Az most úgy csöke, azt oda. Egy darab rongyot kéne keresnünk. Fölteszem. Abból állunk egy kicsit hadilában. Ha vágja le abból. Az lesz. Van kés, vagy hozzak? Van. Mert? A bicska mindig a zsebbe. Megfogod? Attila nem megy úgy sehova. Hát, ha szükség lesz rá. Ezen a felén fogjad, légy szíves. Mindenhol bicskával. Meg is van érezve, hogy jó vigy a vágnivalót. Nekem is van mindig a táskámba bicska. Önvédelem céljából. Na, sokat érné vele. Hát figyelj, ha nagyon bántanának, lehet, hogy használnám. Most az, legyen szó az, hogy a gyerekeimet bántják. Na, azért harapnak. Vagy engem bántanának. Azért én lehet, hogyha úgy van, akkor lehet használnám. Nem, ugye nem szívesen, mert én nem szeretem az erőszakot. Na, ő lesz az, ugye? Ő. Aha. A karmantyú. Ez így könyv dolgozni? Várjál. A karmantyú. Ahogy apa mondaná, a karmantyú. Jaj. Tudod mi? Azért is itt dugom be. Dugd ott. Segítsek én? Nekem kisebb a kezem? Nem kell. Azért se. Ennek van egy helye, ahol ennek be kell menni, és lehet, hogy nem ez a csap volt itt. És hol a másik csap? Itt van. Várj egy picit. Én várok. Az most oda beszerült a rugóhoz. Karmantyú. Jó, ott van. Megnézzük, hogy egyforma hosszú ez. Szerintem egyforma hosszú ez. Egyforma hosszú.
Karmantyú testvérem, a Karmantyú. Na majd mindjárt megoldódik ez. Csak ugye... Szólj, ha segítenem kell. Te arra várhatsz egy darabig. Igen. Nem vagyok az a típus, aki könyörög valakinek, hogy segítsen. De ha elmész a számból a kamerával, akkor sokkal jobb lesz. De akkor nem látják, hogy szenvedsz. Így is látják. Ugye a pici kezem van, és ugye nem félek oda ilyen helyekre. Itt van. Na, Bidőréci. Tessék. Anya Norrára szeret operatőrködni. De csak miattatok. Igen? Igen. Na. Egy. Megérettem egy. Kettő. Csipke, bokor, vessző. Nem. Hol a zsebkendő? Hol a zsebkendő? Mindjárt sírva fakadok. Na, azt mondja, hogy hát megpróbálom így visszarakni. Ugye mondtam már a videóban, hogy nem tudom, hogy hogy fog visszamenni. Csak azt figyeljétek, hova repül. Mire? Hú, a hordó, de megijedtem. Mitől? Hát ilyenkor ne adjon ilyen zajokat. Na, rajta van. Na. Igazából jobban nem tudod rárakni. Jó, rajta van. Na most jön a másik csap. Ez a karmantyús csap. Itt van. Kéne forgatnom. Nem azzal van a baj. Ja, az itt ugye ennek a fejnek, csavarfejnek bele kéne menni abba a... Valami nútja? Van neki ott egy helye. Ugye... Igazából nem akar belemenni úgy, ha nem nyomod bele. Most ment bele. És most kell. De várj egy picit, a fogom miért megy ennél? Nem tudom. Hú, kezd melegedni az idő, mert pattog a hordó. Hogy ez így is fel fog menni a helyére. Igen, már ott is van. Na, szétszedni sokkal rosszabb volt, mint összerakni. Pedig az általában fordítva szokott lenni. Hát most kurva kíváncsi leszek rá, hogy... Valaki azt mondta, három állítási lehetőség van, a negyedik kattanásra leenged. Igen? Igen. Valószínű neki van igazán, mert ugye én meg nem tudom, hogy hogy... Hát három katt fölfele, a negyedik az lefele megy. Valószínű igaza van annak, aki ezt írta. És az alá alátét kell, ugye? Nem. De az egyik alá alátét kell. Most akkor ennek a teleszkópnak mi volt az értelme? Hát most ugyanígy összemegy. Na, emelj rá hármat. Hát így nem fogom. Egy, ki. Aha, értem akkor. Várjál. Várja. De csak akkor fogjuk tudni, hogy le van csavarozva helyére, nem? Aha, jó. Szerintem csináljuk úgy, hogy most visszarakjuk a gumit, és lecsavarozzuk a helyére, nem? Hát, ahogy gondolod. Tehát biztos nincs sehol eltörve. Nincs. Ne kelljen még egyszer kiszedni. Nincs. Tehát teljesen fel kell emelni. Fogd meg az aját, légy szíves. Jó, csak ne rakd rá a kezemre, hogyha... Jó. Aha, így jó. Most teljesen lehet. Igen. Engedd el. Azt mondjam, fogjad? Egy, kettő, három, négy. Negyedikre megy le, igen. Aha. Egy, kettő, három. Aha. Jó. Látjátok? Azért jó, hogyha néha... Elég sűrűn segítetek nekünk, hogyha látjátok, hogy... El is fogadjuk. Valami. Ezt a fajta ülést nem ismerjük. És ez a zajja. Most már látom. Úgyhogy a gumit visszateszem. Rendesen a helyére.
Na most visszaraktuk a lengéscsillapítót, vagy nem tudom ki, hogy hívja. Ugye akkor megfordítsuk. Megmondom őszintén, hogy én ezeket a... dolgokat nem szedtem le innen előről, mert szerintem akkor ezek elszakadtak volna. Úgyhogy én úgy szedtem szét, hogy lehúztam a gumit róla. De szerintem az automatikusan így is van, nem? Nem, ezt ki lehetne húzni. Úgyhogy nem akartam szétszaggatni semmit, mert volt, aki láttam szerint elcsípték. Hát én nem akarom elcsípni, mert azért kultúráltabb. Hogy neked mindig útban van a kezed. Nekem? Igen. Hát róla. Nem, tudom. Ezen nincs itt meg. Ez itt megvan. Ő is megvan. És akkor innen hátulról... Várjál, van ott a gépbe is. Hozod ide, légy szíves. De az ilyen műanyag csavar. Nem műanyag csavar, az ilyen belenyomós. Nem. Nem így néz ki. Az, mintha csillagcsavarhúzó lett volna, és műanyag. Anya, higgyél nekem, ide kell bele. Innél vettem ki hármat. Ez ilyen belenyomós. Jó, mindegy. Jó? Én hozom. De én azt... Jó, ide megnézzük, jó? Lehet, hogy neked lesz igazad, de szerintem nem. De én azt izének láttam. Műanyagnak, de csillagcsavarhúzósnak láttam. De majd meglátjuk. Aha, neki volt igaza. Látjátok, ugyanolyan. Én emlékeztem rosszul. Ha igaza van, akkor igaza van. Neked volt igazad, kicsim. Ugye? Igen. Azt kell nézni, hogy most a kilót állítjuk, igaz? Fogja mutatni állítólag, hogy 50. Jó. És így keményedik a... Igen, nem is állítom be jobban, mert... 70 kiló. Én mondtam neked, hát én ugye innél szedtem ki. Jó. Értem. Nem csak tudtam hülyeséget beszélni. Csak én csavarhúzósnak láttam. Hát, avval vettem ki, lehet, hogy jól emlékszel rá. Mert avval lett kivéve, csavarhúzóval. Ugye ezek olyanok, hogy egyszer bedrakod a helyére, amikor kihúzod, utána már nem az igazi. Megmondom őszintén, ilyenem nincsen. De... Ezek ilyen bolhák. De ők, ezek ide valók. Most mégis azért egy kicsit kultúráltabb néz ki, hogyha így vissza van téve a gumi, mint hogyha nem lenne. Na most ezt letakarítjuk, el is ide való ám valahova. Az volt a kis ablaka. Igen. De honnan? Belülről volt ilyen? Az belülről volt téve? Lehet. De nem fér el belülről, hát hozzáérne ahhoz, nem? Nézzük csak meg. Ezt mutatná. Várj egy kicsit. Tű, ez nagyon szuper. Ezt úgy szeretem, az ilyet. Igen, így való. Mert ugye ennek, ez itt nek mozognia kell. Szerintem így való. Jó. Hogy ennek mi az értelme, azt nem tudom. Hát gondolom védi a porton valamilyen szinten. De belülről lenne való, vagy innén való? Már ki se jön. Akkor ez biztos, hogy ide való. Na szóval... A vagyi új ülés. Hát Hát csak ne nyikeregjen, nyikorogjon. Majd most meglássuk. Apa meglovagolja. Meg. Azt. Általában mit kezdünk? Ezt most visszafogassuk. És
Tele megnézzük a háttámlát. Hát igen, mert ugye annak is az egyik, ahogy van, ha benne ülsz, akkor a bal oldala az így hátra nyeklik, nyaklik. De nincs eltörve, meg ilyesmi, nem is értem. Csavarok benne vannak ott? Azt mondta, azt, ja, a gépben benne vannak a csavarok, nem vettem ki. Jó, 13-as, igaz? Kulcs is van benne. Van? Jó. Oké, na most az a baj, ha felhúzom, akkor ez össze fog ugrani. Zsebbe. Akkor van kulcs nálunk, igaz? A traktorban van, igen, kettő, egy nagyobb, meg egy kisebb. Ennek? A fából lenne, meggyújtanám! Megkurvult! Megkurvult az ülés! Szoktam nézni a... Jaj, most TikTok függő! Jaj! Na! Na, megyek a másik oldalra! Nagyon kaszos volt, anya? Hát majd megnézed a videót, igaz? Gyorsítva vettem föl, mert azért egy fél órát biztos takarítottam. Aha. Jó. Na, ezt szeretem, amikor így megcsinálod nekem, előkészíted a terepet. Négy darab csavar. Igen, és valahol itt a kulcs is. Az itt van, megvan. Az megvan. Várjál, még azt előrébb kell húzni. Még? Látom. Jó. Van neked a kulcsot, jó? Akarod tekerni? Ha akarom, tessék. Ha nem, úgyis odaadod. Persze. Ne legyen ebből probléma. Nem lehet ám kiadni az asszonyt a javításból, mert akkor megsértődik ám, hogy ő nem dolgozhatott velem. Úgyhogy adni kell neki munkát, le kell foglalni, mert utána meg, meg van sértődve. Hogy segíteni akartam, azt nem engedted. Ez is belekapott. Na. Most ha van időd, akkor tekerd már be, légy szíves. Én addig megnézem azt a háttámlát, jó? Jó. Oké? Okay? Jó. Most ha nem akarod teljesen meghúzni, nem húzod meg teljesen, majd lehúzzuk utána. Csak hogy jól tekerd fel a csavarokat. Jó. Na, ez már az utolsó csavar. Néhogy megkönnyebbül a csavar, de még kézzel nem tudom. Most kezdj el megfogni. Jó. Na, megnézzük, Attila, hogy áll a széke. Mivel valószínűleg a széke beadni, úgyhogy kinyitom az ablakot előre. Jó.
Meghúztam minden ég csavart. Mindjárt megvárom. Milyen szép tiszta motorod van. Mikor mentem én ezzel utoljára? És akkor így kell kinéznie? Mindjárt várjatok, lekapcsol a kompát. Amikor valami ilyen poros Attilának, akkor én így szoktam belerajzolni szívecskét. Mindjárt kifújom, de akkor én egy rugó van, akkor nem lehet állítani, nem mozogjon. Hogy hogy nem lehet, és... Van egy rugó tekercs, és ugye az engedi annyit mozogni azt a felét. De az nagyon, hát szinte már majdnem fekszel az ülésbe. Anya, megmondom. Nem. Nincs eltörve, figyelj, nincs eltörve. Itt egy rugó tekercs, gyere, mutasd meg. Ez egy rugó. Tehát ez így van megoldva. Nem látok rajta mást. Hogy ez ne tudjon így mozogni. Aha. Ez gyárilag ilyen szerintem. Nem? De nem azt mondtad, hogy ki van esve egy csavar? De nincsen, mert azt hittem, hogy innen van kiesve, de meg nem is való csavar. Jéééé, nem, az nem. Na. Na gyere, mutasd meg a motor. Mikor mentem vele utoljára? Összintem. Már nagyon vagy. Aratás előtt óta ez nincs elindítva. Hát nagyon nincs. Gyere ide, légy szíves, erre a felére. Mit szeretné? De lássátok, hogy csupa pókháló a motor. Hát azt látjuk. Tehát így van rajta a pókháló, látod? Hát látjuk. Most megmutatom nektek, hogy egy ilyen motor hogy indul. Fogom a kulcsot, gyújtásra teszem. Hát hogy is kell indítani? Így. Jelent a dudat. Várjál, ilyen régóta mentem vele. Figyelj! Így indul egy Suzuki. Ami már hónapok óta itt áll. De szeretem a benzin szagot. Ebbe 6419 kilométer van. Na úgyhogy ez ilyen. Láthatok, milyen poros? Milyen cuki volt, te tudtam, hol kell elindítani? Na mikor? Most őszintén, azóta nem is motoroztam. Aratás előtt óta nem volt. Most aratás előtt óta, az most milyen szó? Hát azt jelenti, hogy minimum 2 hónapja nem volt elindítva. Aratás előtt óta. Aratás előtt óta nincs elindítva. Hát én még ilyet nem hallottam. Most már érted? De mindig nem. Aratás előtt óta. Hát ez... Csőke Attila új. Én ilyen vagyok. Új mémje. Előtt óta. Hát hogy mondjam? Ez az új mémed. De hogy mondjam akkor? Van gondom, nem mondom, ez az első. Ha veled van gondom, nem mondom. Velem? Hozzá sikerkefét! Ha gondolod, még megérte kicsit, de nem látok olyan dolgot rajta, hogy... Ennek felhúzható a ház fejtámlája? Még életemben nem próbáltam. Na mit tudom én? Hát nem tudom.
mi rajta? Az. Szerintem az nem a hátam letállítja valami. Na, mi? Deréktámasz? Itt a deréktámasz. Hát tudod, hogy mozog. De keményebb jó. Legyen, vagy puhább. Na, hagyd így. Nagyon menő ez az ülés, gyerekek. A Grammer, testvérem, Grammer. Ez nem az. Ez a GoPark. Ez tök jó. Állítólag a Krampnak az ülése, ez nem tudom. Tényleg nem tudom. De nálam még nem volt szétszedve ez az ülés. Nem emelhető ez ilyen... Na most ez miatt vegyek egy ülést bele? Nincs itt szétszakadozva, meg ilyesmi. Hát én láttam már traktort, meg ülést szerelni is, meg gépekbe is láttam ülést. Sokkal szarabb ülések vannak, mint ez. Igen. Mint például az Iveco-nak a vezető oldali ülése. Azt is ki kell cserélni. Azt már ki kell cserélni. Amikor megvettem is, meg volt varva, annak már 10 év, hogy nálam van az Iveco. 13-ba vettük. De itt is izérte. Vagy az olyan volt? Nem ez az. Nunci masszírozom! Na! Esernyőnek is jó, ha esik! Várjál! Gyere vissza! Balass, fordulj! Hogy van ezzel takarít? Nem ismer meg. Menjél! Azt hiszi, hogy itt vannak a földön kívüliek! Hol vagy itt? Gyere ide! Te! Anyád úristen itt! Hol még a disznók is megijedtek? Rohadt rémisztő vagy. Azt hiszik, hogy itt vannak a földön kívüliek. Hol a kutya? Hagyjad már a kutyát! Nem kell ráhozni a szívinfarktust! Ilyen csuki! Egy kis barna csupi. Gyere már! Istenem! Már kinyitottam az ablakot. Ott kell bedobni? Hát nem, bedobni, gyere. Szépen berakni. Ha most is úgy nyikorog, mint az előtt, meggyújtom. Fából vaskarikát, gyerekek. Szerintem itt is befér ez. Nem? Nem tudom. Miért állok ide? Ó! Tök jó, amikor időbe hívják. Haló? Igen. Gyere. Szia, szia. Gyere, rakjuk be! Most jó kedvem van, baj! Nem. Én így szeretem, amikor ilyen vagy. Ilyen bohóc. Majd ha berakom az ülést, már nem lesz a jó kedve! Én ide is felállok. Eljöttök, mert én fogok hamarabb leesni, mint Attila. Na. Fából vaskarikát! Na, onnan látni valamit? Igen, odébb kell menned. Még, úgy. És ezt egy picit megemeled. És lehet, hogy meg kéne húzni azt a... Még? Mi ez nem az? De várjál már! Te! Van olyan is! Az hó volt! Az hó húztat, hogy a háttám le előre hát. Na ne feküdjünk benne annyira. Pedig én szeretnék. Várjál! Ú, nagyon!
Nagyon moka. Jaj, várjál! Na, teszteljed! Lehet benne telefonálni. Ne akarja már benne feküdni. Tudod, mint a nagyok, tudod. Hol a napszemüveg? Cigaretta? Nem cigizek. Na, jó lesz ez így. Biztos? Kipróbálod? Nem. Még lehet rajta állítani? Most 70 kilóra van állítva. Hát akkor följebb kell. Hát te nem vagy 70 kiló. Nem, én 130 vagyok. Úgyhogy legalább egy... 100-asra. 100-ra rakjad. Na, nézzük. Na. Nyolcvan. 90. Hát egy 110-re rakjad. Mi mindig az asszonynak legyen igaza? Mert nem akarom, hogy tönkre menjen. De most fog tönkre menni. Jó. Most az asszonynak igaza volt. Na miért? Mondom, legalább 10 lóerővel erősebb a traktor, már érzem. Na, akkor szépen pakolj vissza. Én? Hát itt a kések, kaszapengék. Okay. Azokat ide berakjuk, jó? Tessék. De minek neked hát, ennyi fajta? Nézzünk bele, hogy melyik milyen jó, mert lehet, hogy még a másik kaszája is benne van. Ó, te ez hajlított. És neked milyen kell? Igen, hajlított. Nem, mindegyik ennek a kaszának a pengéje. Csak egyikből nem volt annyi, és akkor azért vettem még egy dobozzal utána. Ez fekete. De jó, nem baj, ez kell ide. Hmm. Add csak ide a pengéket. Tessék. Itt a Zoli. Na, kész vagyunk. Na, majd bejelentkezünk. Nem, már nem jelentkezünk. Ez meg lesz csinálva még. És töltöm a videót fölfele. Igen, és van ilyenünk is. Igen. Első szegény. Kérj a rendőr. De kettő is van, mert ott a másik. Na, hogy hiány legyen belőle. Igen. Na, úgyhogy további szép napot nektek. Sziasztok! Sziasztok. Hello!